az már régen publikált tény. Ja, hát az egy más kérdés, mi nyelvtörténetről beszélünk, és nem néptörténetről. Ennek az etnikai kérdése semmi köze. Tényleg nincs, drágám. Akkor a vándormadarak hozták ezt a nyelvet. Tehát akkor nem emberek hozták, ugye, mert hát akkor már genetikai problémák is fölmerülhetnek, vagy rádióval került a Kárpát-medencébe, vagy hogy mégis? Hát hogy lehet leválasztani a hordozójáról a nyelvet? Hát ha a hordozóról kiderül, hogy genetikailag semmi köze nincs az úgynevezett finnugor népekhez, hogy állíthat olyan ostobaságot, hogy viszont a nyelvnek meg igen? Nem tudom, érthető, tehát ezek nem olyan dolgok, amit egy óvodás is meg ne értene. Tehát ahhoz már tényleg, hogy mondjam, előneveltenek kell lenni, csávázottnak, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy az ilyen irdatlan ostobaságokat egyáltalán komolyan vegye. Na, tehát minden esetre a területen belül, tehát ez egy hatalmas terület, ezt nyilván látjuk, csak akkor értek meg dolgokat, ha tudom, hogy ez nem statikus műveltségtípus volt. Tehát nem az van, hogy én kijelölöm, hogy itt van valahol az őshaza, stop, utána hozzárendelek egy számadatot, időben is fixálom, és azt mondom, hogy legyen ez mondjuk Krisztus előtt, bocsánat, ezt így nem szabad, időszámításunk kezdete előtt, üssünk a hasunkra, ők is ezt teszik. Tehát legyen mondjuk, tudom én, 10 000 év, tól igaz, 2-3 000 év. És akkor azt mondja, jó, de akkor most mindenki egyetért, az elvtárs nem ért egyet. Pillanatra hívják az elvtársot ki, az elvtárs nem fog visszatérni. Tehát egyben biztos lehetünk, nem fog visszatérni. Tehát utána egyetértünk, természetesen, sőt, majd meg fognak tapsolni. Tehát a lényeg az, hogy kiderül, hogy valahogy fixálnak időt is, meg teret is. És utána innen jön. Érthető? Ez lesz az őshaza, ha éppen nem vitatja el tőlünk senki, és utána jön. És akkor az ember rákérdezett, de ne arra, hogy miért jön? Nem érzi ott jól magát? Hát népek nem szoktak jönni-menni. Tehát hogy képzeli ezt? Hát csak nem képzeli, hogy itt 150 éven keresztül tévedtek a kutatók. Hát ismerjük ezt az érvelést. Nem is mondom, hogy ki írta le. Hát leírják. Csak nem képzeli. És akkor eszébe se jut, hogy na de hát ha ugyanazok az érdekek mozgatják őket, hát miért változtatna a hülyeségén? Hát kifizetődik. Hát másképp meg úgy rúgják ki, hogy a lába nem érje a földet. Hát ilyen alapon kontraszelektálnak. Hát ha kiderül az illetőről már a felvételén, hogy elkezd gondolkozni, hát be nem jut az egyetemre. Hát ne felejtsük el, minden professzor a nála ostobábbat, hát hogyan futtatja. Miért? Mert ő is úgy került az állásába. Tehát nyilvánvalóan, ez nem tegnap kezdődött ez a kontraszelekció. Tehát minden esetre ennek a kérdésnek most már, hát ha nem is lezárásaként, de egyfajta ilyen előleges summázatként. Ez a műveltség, amivel mi itt foglalkozunk, a szkíta, nem statikus műveltség. Sem időben, sem térben, hanem dinamikus. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy góca, és ha ránézünk a térképre, akkor egyszerűen nem tudunk másra rámutatni. Tehát a megmaradás szempontjából az egész eurázsiai térségben nincs még egy ezzel összevethető földrajzi egység. Tehát a Kárpát-medence a minden irányból való tökéletes védettséget készen adja azoknak a népeknek, amelyek benne élnek. Mit tetszik gondolni, miért özönlenek be ma így? Hát azért, mert erre azért más is rájött már. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig megkérdezik, hogy miért kell annyi rosszindulatot föltételni. Semmilyen rosszindulatot nem tételezek föl. Élelmességet tételezek föl, és egy olyan ideológiát, ami úgy szól, hogy én kiválasztott vagyok, tehát bármit megengedhetek bárki mással szemben, aki viszont nem kiválasztott. Tehát azt jelenti, hogy bármikor, ha én ki tudom mutatni, és miért ne tudnám, hogy ezt nekem adta az, aki engem kiválasztott, én azt csinálok az ott élő néppel, amit jónak látok. Ha valaki nem hiszi, vagy túlzónak tart, tessék az Ószövetséget forgatni. Hát egyfolytában erről szól. Meg is mondom, hogy melyiket, mert tulajdonképpen azért azt nem képzelem el, hogy is nekiesnek és végigolvassák. Hát azért az önkínzásnak is van egy határa. De a krónikák könyvét, ha már krónikákról beszélünk, elég ennyit végigolvasni.
De ha akarják, Józsué könyvét is elkezdhetik olvasni, az röviden. Tehát egyfolytában erről van szó. Volt valami vétkük azoknak ott abban várva? Nem, de az Úr nekünk adta. Puff. Már le is kaszabolják, elégetik, fölnyársalják, tudom én, a lányokat szépen napi használatra magukon tartják, többit meg mindenki írtják. Miért? Hát nekünk adták. Tehát ez hogy érthető legyen, ezek olyan beidegzettségek, amik nagyon-nagyon kórosak. Tehát az azt jelenti, hogy rá lehet ismerni valakire, hogy hol áll meg egy gondolatmenetben. Ott már lehet látni, hoppá, ja, bocs, hát ez már ezen a tanításon nőtt föl. Valójában pedig arról van szó, hogy az egész nagy eurázsiai térségben a megmaradás számára egyetlen ideális hát helyszín van, ez pedig a Kárpát-medence. Na most ezt minek tanítják? Hogyan jelenik ez meg napi sajtóban, politikai beszédekben? Átjáróház, nem tudom, találkoztak-e vele. Ha az egész térségben ez az egyetlen egy olyan hely, ami garantáltan nem átjáróház. Tehát megmaradásra, tartós berendezkedésre ez az egyetlen igazán alkalmas terület. Ha valahol kialakulhat nép, illetve nyelv, mert a kettő együtt alakul. Nem úgy, hogy hétfőtől szerdáig a nyelv alakul, utána kicsöngetnek, utána csütörtöktől, ja szombat, bocsánat, a szabad. Tehát csütörtök pénteken pedig kialakul a nép. Ez nem így megy. Tehát nem tud nép nélkül nyelv, de nem tud nyelv nélkül se nép, mert mivel kommunikál. Tehát ez azért fontos, mert ennél nincs ideálisabb. Tessék végignézni, hol? Itt? Hát tesznek ám ide is őshazát. Nem is mondom, hogy kicsoda, mert amúgy ez egy normális, értelmes ember. Eddig. És közli, hogy itt van a magyar őshaza. Na most erre mondod, próbáld megvédeni csak két napig. Hát normális vagy te? Hát ha valami átjáróház, ez aztán tényleg az. De azért csak ide teszi az őshazát. Hát hogy akar megmaradni? Hát mi fogja megvédeni? Hát az, hogy itt el lehetett szlávosítani részeket, a lengyeleket és a bulgárokat is. Miért lehetett? Hát mert nincs természetes határok. Tehát azt jelenti, hogy úgy mennek át rajtuk, hát az őket éppen leigázni kívánó népek, nincs semmi, ami megállítaná őket. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan helyzet van itt Eurázsiában, amit nem győzhetünk eléggé meghálálni, vagy megköszönni a Teremtőnek, mert nem magunk hoztuk létre, kaptuk készen. És ehhez fogható egyetlen egy van, illetve volt. Hiszen látni, hogy ez az egyetlen egy olyan, ami méretét tekintve is, és nagyjából a védettségét tekintve is, de ebbe az irányba nyitott. És azt is lehet tudni, hogy itt milyen birodalom volt történeti időkben, tehát ez azt jelenti, hogy elég jól adatolt ennek a birodalomnak a története. Melyik volt ez? Az ujgur birodalom, erről van szó. Na most, ha nekem azt mondják, hát a finnek itt semmi szerepe nincs, tehát a finnugor már eleve egy rosszindulatú vicc. Mert az egész úgynevezett finnugor társaságban mennyiségileg is, kulturális súlyánál fogva is a magyar több, mint az összes többi együtt. Tehát természetesen nem szerepel a neve a családnak a megnevezésében. Nem tudom, érthető, hát olyan mértékű aljasság nyilvánul meg, hogy az ember nem is kell, hogy kommentálja, egyszerűen ezeket a tényeket közli. Most a finnek beadták a babaruhát több mint egy évtizede, már legalább két évtizede, azt hiszem már másfél, két és fél évtizede. Egyszerűen közölték, hogy nem, nekik semmi közük nincs ehhez a bulihoz, köszönik szépen, elegük van belőle. Még mindig ennek ellenére finnugornak nevezik ezt az egész bagást. És ráadásul államelnökünk, aki állítólag egy nagyon intelligens valaki, hát bizony megy oda, és szépen hirdeti a finnugor rokonság, és itt áll. Nem is akarok itt neveket mondani, mert nem méltó rá. Tehát a lényeg az, hogy ez a hülyítés olyan fokú, hát ha valamelyik eszét már kéne használni, a jogász eszét kellene használni. Hogy képtelenségeket már ne állítson. Hát hamarabb a hazug embert utolérni, mint a sánta kutyát. Akkor is, ha történetesen államelnök. Tehát itt már olyan, hogy mondjam, olyan dolgokat ragadtatják magukat, amire már senki nem kéri őket. Tehát minden esetre a két központ közül ez nyitottabb, és miután ezt rendeltetés ellenesen használták, tehát kelet felől ide be lehet özönölni.
Hát kelet felé, innen, az ujguroktól a legpusztítóbb jellegű és a legembertelenebb, sőt emberellenesebb erő működik, sajnos történetileg is, nem csak jelenleg. Hát ma ez valami hihetetlen, hogy milyen mértékű, szabályszerű rákosodási folyamat, de a legszabályszerűbb. Nem is nevezem néven, mert nyilván, hát kimennek itt,